arról azért hétről hétre mindig beszámolunk, hogy hogyan is állnak, hogyan is szerepelnek a felnőtt labdarúgóink, de mostanában elég keveset beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a Csepereddi utánpótlással. Hát köszönjük, jó vagyunk, vagyis dolgozunk. A KLC-nél ugye ezek a bosi korosztályok vannak hagyományosan, amik a Magyarországon, a magyar labdarúgásban is. U7, U9, U11, U13, U14, 16, 19, így jönnek a korosztályok. Én itt az U9-es korosztálya dolgozok. Most jelenleg itt a Petőfi iskolában vannak itt az edzések, itt dolgozunk most. Mennyien vagytok jelenleg? Hát egy ilyen 18-20 fős keret van, ugye mindig a betegektől függ. És azt azért el kell mondani, hogy ez csak a Petőfis különítményt. Attól függően, hogy KLC van, meg nagy központi városi egyesület van, a BEM iskolában is ugyanígy a Biácsi Gábor dolgozik ezzel a korosztály, ott is vannak elég szép számban. Mit lehet tudni ezekről a gyerekekről? Azért most már, ahogy említetted, ugye U9-esek, mennyire feladattartóak, mennyire tudnak koncentrálni egy adott edzésen? Hát azért legfőképpen az első egy óra az mehet. A hétfői nap mindig nagyon nehéz. Az így a hétvége után az eléggé kivannak. De azért nagyjából tudnak koncentrálni, meg ez egy nagyon szerencsés korosztály, úgy látom. Itt Kiskörösön, országos szinten is azt mondhatom, hogy tehát nagyon ügyesek a gyerekek. Milyen gyakran tudtok versenyre járni például? Hát kétféle verseny szisztémában vannak most, hogy kétféle ilyen, nem is versenynek mondanám, mert ez elvileg nem lenne egy jó szó ennél a korosztálynál, hanem kétféle helyen mutathatják meg magukat. Van egy bozsik korosztály, vagy bozsik rendszer, amiben ez mi vadkerti csoport vagyunk, Solt Vadkert, Keccel, környező települések, valamint van egy déli kölyök liga, ami egy ilyen déli országos sorozat, Mohács, Paks, Baja, Kalocsa, Kiskörös, így vagyunk benne jelenleg, és ott meg két hetente szoktunk találkozni. Most volt a 5. forduló, és jön a Paks hétvégén a 6., tehát ott is szerepelnek a gyerekek, az U7, az U8 és az U9-es korosztály a KLC-ből. Hogyan állnak a versenyhez? Mennyire hozza őket lázba, illetve mennyire tudnak ott akár fegyelmezettek maradni? Hát én úgy gondolom, hogy azért fölérik úgy nagyjából azért, hogy miről van szó, meg persze főleg a nagyobbak, az U9-esek. Van azért, hogy gyerekekről van szó, van, hogy nem úgy jön ki a lépés, ahogy gondoljuk, de azért úgy gondolom, hogy föl tudnak pörögni, igen. Nem nagyon szoktunk arról beszélgetni, pedig azért lehetne, hogy ezért ez tény, és ezt elmondhatjuk, hogy azért gondok vannak ma Magyarországon a labdarúgással, tehát úgy globálisan, mondjuk, ha itt a felnőtt mezőnyt nézzük. Én nagyon kíváncsi volnék arra, hogy például neked személy szerint mi a véleményed arról, hogy ezt az egészet hogyan lehetne mondjuk elkezdeni, vagy milyen szinteken lehetne elkezdeni orvosolni? Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, meg összetett. Attól függetlenül mindenkinek van arról a véleménye. Én azért úgy gondolom, hogy látok jó irányt az utánpótlás képzésben, vannak jó gondolatok. Én ezt a Bozsi programot is attól függetlenül, hogy tudom, hogy sokan kollégák is nem szeretik, kimondhatjuk, hogy nem szeretik, meg hülyeségnek tartják, ezt is kimondom, de én látok benne egy jó dolgot ebbe a Bozsi programba, a tömegesítésbe, abba, hogy a gyerek minél többet focizzon, többet találkozzon labdával, mert most mi például ugye elég gyakran megyünk ebbe a déli kölyök ligába is, de van más egyesület, aki lehet, hogy nem is menne egész évben sehova, ha nem lenne ez a Bozsi program, és tényleg vannak olyan gyerekek, akik várják két hétre, hogy kapjon egy csokit Vadkerten meg Kiskörösön, tehát mondjuk én ezt egy jó iránynak tartom. Nem biztos, hogy mondjuk ez az akadémiai rendszer, hogy ez, én azt látom, hogy már mindenhol van egy akadémia, de jelenleg ugye nem azok az eredmények nem jönnek, mindig vannak föllángolások, így az utánpótlásról beszélek én elsősorban, mert azt kellene nézni, de azért úgy most az utóbbi 10 évben nem nagyon volt, úgy látom, 2009-ben volt egy ilyen U20-as vagy U17-es eredményünk, azóta nem jött úgy ki ez, hát reméljük, hogy majd ki fog jönni. Mi lehet ennek az oka? Hát miért nem jönnek azok a bizonyos eredmények? Nézzük akár szülői oldalról, akár edzői oldalról, akár a gyerekek oldaláról. Mi az, amire itt rá lehetne világítani, hogy hol lehet a kutya elásva? Hát most én kimondottan arra a
idősebb korba lévő országos szint, úgymond felsőbb kategóriai gyerekképzésre nem látok rá, tehát mondjuk, hogy mit dolgoznak egy Pakson akár, vagy egy MTK-nál, ami azért az egyik legjobb még mindig Magyarországon, tehát nem tudom, hogy dolgozhatnak. Én, amit szerintem lehet benne valami, nézve mondjuk a környező országoknak a válogatottjainak a helyzetét, meg az utánpótlásnak a helyzetét, lehet, hogy itt a magyar gyerekek azt gondolom, hogy talán kicsit kényelmesebbek, vagy hamarabb elszállnak maguktól, és akkor nem biztos, hogy azt a pluszt azt bele tudják rakni, ami kell ahhoz, hogy valaki egy bemutatkozhasson, akár egy élvonalban. Nem azt mondom, hogy a nyugati topligába játszanak, egyáltalán az országának az első osztályába is bemutatkozzon. És ez úgy nincs talán meg, pedig biztos állítom, hogy van annyi tehetséges gyerekünk, mint Szlovéniának vagy Romániának, csak nem jutnak el oda. Talán ezt gondolnám, hogy pedig az edzés képzés is nagyon újul most Magyarországon egyébként, úgyhogy tehát vannak abszolút jó jelek. Neked, nektek edzői szempontból mik azok a dolgok, amik nagyon fontosak, és mi az az irányvonal, amit azt gondolod, hogy érdemes képviselni és érdemes folytatni? Hát mindenféleképpen a sok labda, tehát az, hogy minden feladatban legyen labda, sokat találkozzanak a labdával. Egy jó légkört megadni nekik, tehát hogy dicsérni a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy nagy verseny is van a gyerekekért. Két dolog miatt, egyrészt pont kiskörös, nagyon szerencsés, ugye rendkívül sok sportot tudnak űzni. Ez nem titok, hogy van a gyerekekért harc, úgymond. Van a gyerekekért harc, úgymond, és viszont a gyerek meg olyan szempontból kevesebb is, hogy nehezebben mozdítható ki, mint mondjuk akár 10 éve, nem tudom, 30 vagy 40. Szülőkről is beszéljünk egy kicsit. Mennyire alázatosak? Ugye azért az elmúlt pár évben most már főleg előjött problémaként az, hogy szeretnek a szülők is tisztelet a kivételnek, és én nem mondom, hogy ez kiskörösön dívig, de elképzelhető, hogy itt is előfordul. Szeretnek a szülők fellépni edzőként, és nem hagyják meg ezt a feladatot konkrétan az edzőre. Hát én azt gondolom, hogy amúgy ez az edzőnek lenne a dolog, hogy ezt lekezelje a saját szülők felé, mindenféle korosztályba, mert én azt gondolom, nagyon kevés az a gyerek, akire jó hatása van, hogyha a szülő bedumál neki. És ezt, tehát tényleg azt mondom, hogy 10-ben mondjuk egy gyerek van, akinek jót tesz az, hogyha apuka mondja, hogy mit csináljon. Úgy gondolom, ez szülői, edzői feladat ezt lekommunikálni. Ha nem történik meg, akkor az egy hiányosság szerintem. Ha mondjuk arról beszélek, tehát hogy buzdítani szabad a gyereket, meg kell is, meg el is kell menni, mert ők a legnagyobb bázis. És azt gondolom, hogy kiskörös is ebből kifejezetten jó helyzetben van, hogy nagyon erős, meg jó szülői csapat van. Kifejezetten nálam is, meg hogy rálátok azért, hogy az egész utánpótlás rendszere, mindenhol nagyon jó szellemiségű szülők vannak, akik jönnek a gyerekekkel, hétvégre támogatják őket, úgyhogy ebből nincs problémák abszolút. Legközelebb hova fogtok elmenni versenyezni? Hát ez a déli kölyökliga lesz Pakson, most vasárnap, ahol megy az U7, U8, U9-es korosztály. Utána biztos, hogy lesz egy kis szünet, és akkor téli teremtornák következnek, amit mi is rendezünk, remélem, meg úgy megyünk össze-vissza itt az országban. Én azt hallottam, hogy nagyon jó edzések, nagyon jó foci edzések vannak itt Kiskörösön. Tomi, mesélj nekünk egy picit arról, hogy te hogy érzed itt magad. Jól. Mesélj nekünk arról is, hogy mik szoktak zajlani ezen az edzésen, miket szoktatok csinálni? Az elején dekázunk, meg néha kapura lövés. És hogy megy a dekázás például? Jól, egy picit. Mennyire szokott benneteket megdolgoztatni a Gyula bácsi? Sokat kell melóznotok? Sokat kell edzenetek? Igen. Arról is mesélj nekünk, légy szíves, hogy amikor elmentek egy-egy versenyre, akkor mit éreztek? Nagyon szeretnétek nyerni, vagy általában nyugodtak vagytok? Hogyan szokott kinézni egy-egy ilyen mérkőzés? Ilyen nyugodtan vagyunk. Szerettek versenyre járni egyébként? Igen. Ahogy hallottam, sok versenyre jártok, sokat is meg tudtok nyerni? Tehát szoktatok sokszor gólt rúgni? Igen.
Na és Tomi, mesélj nekünk arról, hogyha egy kicsit nagyobb leszel, vagy még nagyobb, akkor mit szeretnél ezzel a focival kezdeni? Szeretnél konkrétan focista lenni? Igen. És mit gondolsz ehhez? Ez mennyi munka kell azért majd? Sok, én azt gondolom, hogy ezt jól látod. Vadkerten szoktál edzeni, vagy csak itt Kiskörösön? Hát vadkerten szoktam edzeni néha, de inkább itt Körösön. Jól érzed magad a gyerkőcök között? Igen. No hát Tomi, reméljük, hogy belőled is egy kiváló labdarúgó lesz. Azt hallottuk, hogy nagyon jól focizol. Köszönjük szépen, hogy szóba álltál velünk, és jó edzést kívánunk neked. Jó, szia!